A jegybankok állnak most az érdeklődés középpontjában. Tegnap a Fed bézskönyve azt közölte, hogy folytatódik az expanzió, és a munkaerőpiac is igazán jó állapotban van. Erre nagy örömmel felfelé indultak ismét az amerikai tőzsdék. Ma a három jegybank bejelentésére is figyelünk. Az orosz jegybank verbális intervencióval igyekszik megakadályozni, hogy a rubel tovább gyengüljön. Ugyanakkor gyakorlati lépésre is kényszerültek, mintegy 100 bázisponttal csökkentették a deviza repóráták minimális kamatszintjét, és közölték, hogy teljes mértékben elkötelezettek a rubel védelmében, és készek interveniálni bármikor, figyelmeztetés nélkül, bármilyen mennyiségben. Ma az EKB-ra, illetve az angol központi bankra fogunk figyelni. Egy órakor nem várunk változást az angol központi banktól, 13:45-kor az EKB döntése nagyon fontos lesz. Az euró már előre szaladt, és 1:23 alatt kereskedik. Előfordulhat, hogyha Mario Draghi 14:30-tól nem jelent be jelentős monetáris változtatásokat, akkor a dollár egy picit visszagyengülhet.